Ó, köszönjük szépen, nagyon kedvesek! Jó estét kívánok! Rájöttünk a Vietnámi Balzsam című, hát joggal kultikusnak. Ami nőtt bennem az elmúlt években, az talán csak a szerénység. Joggal kultikusnak nevezhető történetre. Ami következik, voltak éppen egy történelem óra. Tehát nekem az az álláspontom, hogy valahogy a történelmet nem tudjuk befejezni. Nem tetszik így érdeklődni, de akkor nagy baj van, mert csak erről lesz szó. Tehát azért mondom, ha valakinek előre nem mondják meg, hogy az operában énekelni fognak, akkor ott gáz van, úgyhogy akkor itt valamit tenni kéne, ugye? Volt egy drága nagybátyánk, Feri bácsi, ő a Maros utcában lakott, az unokatestvéreink pedig a Szénatéren, 44-ben jöttek az oroszok, BBC közvetítette, és telefon még primán működött. Tamás unoköcsém felhívja Feri bácsit 800 méterre a Maros utcába, hogy az oroszok már a Szénatéren vannak, mire Feri bácsi, hát akkor itt valamit tenni kéne. Ugye benne van az egész úri középosztálynak a teljes, totális, sokoldalú és enciklopédikus impotencia. De hogy a történelem mennyire nincs lezárva, hát nincs olyan nap, hogy egy bombát ne ásnának ki mondjuk valamelyik pesti nagyobb építkezésnél. És aztán itt van ez a Kádár rendszer, ugye? Amelynek névadójának már a csontjait is ellopták. Most elveszítettük az utolsó harcos Béla bácsit. De ugye még mindig nincs lezárva, hát Béla bácsi még kvázi meleg, ugye? A zsidó elfekvő kórházba halt meg, ez milyen érdekes, az egy ilyen befogadó kórház. Na elég az hozzá, hogy egy picit ezzel a kádárista múlttal, hát elég körülnézni Pesten, hát mi Békásmegyer, hát a betonba fagyott kádárizmus. Elmegyünk a közértbe, ott van az acskós tej, ami hungarikum, és csak ami drága édes hazánkban van ilyen. Hol más? Na elég az hozzá, ezzel a kádárista múlttal egy picikét úgy teszünk, mint amikor a budiból kijövünk ilyen álszent arckifejezéssel, miután leöblítettük az anyagot, és utána olyan arcot vágunk, minthogyha odabent nem szörnyű gázok és gőzök közepette ügykezeltünk volna, hanem bokkerini menüetteket játszottunk volna hárfán. Na kérem szépen, hát én ezt az álszentséget, hogy úgy mondjam, át szeretném törni, és ha megengedik, akkor a Kádár rendszernek adnám valamifajta átvilágítását az én saját szubjektív históriámnak megfelelően, átvéve mintegy a politomókusok és történészek és egyéb szakfütyülők munkáját. Maga mikor született? 91-ben. Gratulálunk, sok érdekességet fog megtudni ezen a mai estén. Az se baj, ha jegyzet el, ugye, mert én azt szoktam mondani, hogy igaz, hogy az interneten minden rajta van, de ha nem tudod, hogy mit pöttyents be, ugye, akkor baj van. Tehát legalább annyit kell tudni, hogy Kádár János. Jó napot kívánok, előző neve Csermanek. Csermanek János. És mit csináljunk? Ez is egy érdekes dolog. Ez szimpatikus ember volt. Nem volt antipatikus a Kádár, ugye szemben Béla bácsival. Nem volt egy tenyérbe mászó figura. Ugye? És a másik, amit tőlem szokta kérdezni, akiről azért köztudott, hogy annak a korszaknak sem családom, sem jó magam, nem voltunk nagyon nagy hívei. Ugye, hát én lapítottunk, ugye? Hogy tudok erről mégis ilyen szépen és érdekesen beszélni? Hát, ha tudok, apám, ha meg is, Sanyi, ne fényezz magad, te Sanyesz. Na, elég az hozzá, hát mondom, mert ez volt a fiatalságunk. Tehát ez az isteni, és ez adja az esélyt arra, hogy a diktatúrák legyőzhetők, bármilyen fiatalt megkérdezed, élt volna a náci Németországba, élt volna a legdurvább Szovjetunióba. Hát azért a fiatal kora az mindenkinek valamilyen módon szép, ugye? Mert hát itt a tavasz dagada kebel, ugye? Rusztikusabban itt a tavasz dagada fasz, de ez egy lényeges dolog, ugye? És tulajdonképpen egy kamasz gyereket, hát nem is igen foglalkoztat nagyon más, de ezekről még fogunk szót ejteni. Nos, tehát az én szubjektív történelmi alapvetésem szerint a Kádár korszakot
négy alapvető tényező tartotta életbe, mondhatnám, ezek voltak a Kádár korszak alap pillérei. Az egyik volt a házilagos családi házépítés, amiben nem jó kedvünkből vágtunk bele, hanem azért, mert nem volt elég lakás, ugye? Talán még akad itt valaki, aki tudja, hogy átdobunk egy 80 lapátost. Ugye? Az úgy volt, hogy a mama öntözőkannázott, 80 lapát sóder, valaki szórta rá cementet, pif-pif-pif, mert még betonkeverő se volt. Ugye átdobunk egy 80 lapátost. És ezek kalákába mentek, majd a NAV erre is rájön, hogy a kaláka munkát is meg kell adóztatni. De nekem volt olyan ismerősöm, aki 10 évig építette a saját házát, majd 10 évig adta vissza a munkát, tehát egy hétvégén nem volt otthon, és miután mindezeken túllendült, ott ült egy vadidegen nővel egy vakolatlan házba, és azt mondta, hogy anyám, én nem ilyen lovat akartam, ugye? Ezt egyébként a szociológia is ismeri azóta, ugye, ez a házépítés utáni krízis. Ugye, ahogy Gödrös Fici barátom szokta mondani, a házasság egyik szépsége, hogy olyan építőipari beavatkozásokat hajtasz végre a lakáson, amelyet a házasság nélkül nem tennél. Ugye, amely a feleséged nélkül eszedbe se jutna. Miért nem cseréljük meg ezt a két faszot? Nem cseréljük. Aztán nem cseréled, ugye? Mert miért nem? Na jó. És ugye milyen rossz vélemény volt ezekről a sátortetős házakról? Hát, hogy egy analógiát mondjak, szegény Csepregi Évával egy órát kellett Szentendrén beszélgetnem, mert elmondtam méltán népszerű tévéműsoromban is, hogy fiatal korunkban azt hittük, hogy a Neoton familiánál szarabb zene már nem jöhet. Ugye, hát éltünk a Led Zeppelin és a Kekszegyüttes bűvöletében, illetve Radics Béla tűzkerék. Azóta annyi rossz történt, hogy a maguk módján ezek a kockaházak nem olyan rettenetesek. Hát azok működőképesek voltak, nem durvák. Ugye, hát ma is megyek valahol magamnak előre, és látom, teljesen rendesen jön le a tető. És egy ponton így megőrülnek, így áh! És így fölharap, és olyan, mint egy cápa. Meg azt hiszik, hogy az a posztmodern, hogy a háznak a sarkán néz be, hogy így le van 45 fokba csapva. Meg ilyen egészen durva dolgok. Na, zárójel bezárva. A másik volt a háztáj, ugye? Ahol a föld mennyi százalékán? 10 alatt. 6-7%. Ilyesmi. És megtermeltük a magyar zöldség több, mint a felét, és a gyümölcsnek is több, mint a felét. Hello everybody. Fogod? Nem kér az egy-két dolgot azért fölírni? Vagy fog ez menni, jó? Én személy szerint ennek rendkívül módon örülök. Tehát ott palántáltunk, fóliáztunk, heréltünk, petrencéltünk, megőrültünk, belebolondultunk, mert ugye előtte köllött a TSZ-be, vagy a vasútnál lehúzni a 8 órát, utána mentél haza, és hely de retyetye, rütyütyű. Régebben ilyen szociológiai kérdezőként egészítettem ki fizetésemet legénykoromban, és én azt hittem, hogy a falusiak egészségi állapota jó. Hát egy lófaszt. Tehát ez a jó levegő házikoszt, ez csak a falvédőkön van. Súlyos önkizsákmányolással kellett a magyar lakosságnak, akinek 56 után már nem a Szovjetunió volt a mérce, előtte se, de utána végképp nem, ugye mi vigyázó tekintetünket Ausztriára vetettük, és ahhoz, hogy annak az alját meg tudjuk nyalni egy családi házzal vagy lakással, egy erdélt 32-es faházzal és egy 1002-es zsigulival, koppánydobbal, aki nem tudja, nem, ezt nem tudom elmondani. Koppány dob, majd beütöd, érted? Szóval haladni kell a műsorral, tehát nem tudok mindenkit azonos információ szintre hozni. Meg lehet nézni, koppány dob, az egy ilyen fickós volt, tudod? És akkor és álmodott a nyomor, de minden. És az első még valódi olasz alkatrészekkel volt, és akkor úgy hirdették, hogy Zsiguli eladó torinói. Tehát, hogy az még eredeti. Azt se tudtam, hogy azért az olaszoktól vették meg, mert ott volt a legtöbb kommunista. Esetleg. Mert franciákkal is lehetett volna együttműködni, csomó japánokkal, csomó más országgal, de hát a sok olasz komcsi győzött. Na, zárójel bezárva, jó volt. Az újra van egyébként, Zsiguli. Hello. Alapgép 2 millió forint alatt? It's not bad. It's not bad. And for you, it's not problem. You know, mert én nekem már 63 éves koromban, you know. Azért van egy kis akcentem, tudod, hogy itt maradtam magyarba, tudod, és ettől nekem az akcentem kicsit eltekeredett, tehát én már Lada feliratú autóval nem szeretnék száguldozni, tudod, tehát nem ezért haltak meg a srácok 56-ban.
A Skodát is hogy ajánlották? Pedig az ráadásul háború előtti cég. Mentünk az M7-esen, és egy kilométerenként állt egy Skoda, aminek fölforrt a hűtővíze. Isten volt. És a Skodásokat kicsit beszűkültnek is tekintettük, elnézést kérek a jelenlévő esetleges Skodásoktól. Ezek ültek át aztán a Suzuki-ba. Tehát azokkal is vigyázni kell, de hát ez már messze vezetne. Írja fel Skoda Suzuki. A Kádár rendszer harmadik alappillérét jelentette a két komponensű epokit. Ha véletlenül rendelkezem egy-két példánnyal. Ki? Nem egy mai doboz, nem, hát ez adja az értékét. És nem az, ilyeneket semmilyen múzeum nem tesz el, csak ilyen elbebetegek, mint én. De, hát kérem szépen, nem igen létezett olyan műszaki probléma, amit az epokit segítségével ne lehetett volna megoldani. Leszaladt a Szemaharison a drágon? Kézbe maradt a kilincs? Lejött a Trabant hengerfej pakolás? Túr be az epokitot, és prímán mozgott minden. Az epokittal tulajdonképpen megvalósult az alkémisták nagy vágya, ugye, az aranycsinálás, ugye, Swedenborg és Paracelsus most örülne. Kérem szépen, az Eisenachi Trabant Múzeumban őriznek egy Trabant bütykös tengelyt, ami teljes egészében epokitból készül. Ez a bölcsek köve. Ugye a tulajnak nem volt ideje, hogy várjon 12 évet, amíg megjön az új főtengely a Trabantba, neki kellett menni a szőlőbe, ugye permetölni, vagy a fődbe. Na kérem szépen, az epokit egyébként ez két komponensből állt, A és E komponens, tehát A mint elemér komponens, és E mint elemér komponens, és ezt kellett egy kis fémlapon, kettő az egy arányban kicsumidázni, és ezzel a kis lapkával összekeverni, és hogyha a lapkát rajta hagytad a munkalapon, akkor onnan soha többet nem tudtad leszedni. Tehát a legtöbben egy, azaz egy ragasztásig jutottak el. Én a pillanatragasztóval vagyok, nektek nem ragad össze az ujjatok? Mindig van. Utána emlék pisálni, még rosszabb. Tehát az rettenetes, múltkor becsípős paprikáztam, és ahogy így idősödik az ember, olyan kis kamara jeleneteket tud előadni. Egyszerre náthás voltam, kifújtam az orrom, megtöröltem a szemem, majd kimentem brunnyantani, és egy napig minden nyálkahártyám vérzett, még azon, hogy senget nem töröltem, talán csak papírral, de hát szóval ezekkel a dolgokkal vigyázni kell. Na, kedveseim, a negyedik alappillér, legalábbis az én szubjektív történelmi alapvetésem szerint, volt pedig a vietnámi balzsam. Ebből rendelkezem egy eredeti papíros példánnyal is, gyakorlatilag fellelhetetlen. Tavaly hívtak a British Múzeumból, mondtam no. Az embernek legyen tartása. Hát kérem szépen, ez egy ilyen kiváló, ha cét tudja szedni bele, szimatolhat. Ez egy ilyen kámfor alapú kenőcs volt, amely nemes egyszerűséggel a zsidó-keresztény kultúrkörben akkoriban ismeretes valamennyi betegség gyógyítását magára vállalta, a tripper és a harácsüllyedés kivételére. Volt hozzá egy Vietnámba fogalmazott magyar nyelvű használati utasítás, amely tulajdonképpen a Magyar Petrányi Belgyógyászat Alapvonalai című tankönyv tartalomjegyzékével volt egyébként. Talán nem véletlen, mi áttanulmányoztuk ezt a Leiter Jakabokkal és Herz Szalámikkal gazdagon dúsított használati utasítást. És hát gondoljanak arra, hogy lehettünk ilyen 12-13 éves forma kamasz gyerekek. Édesanyák kedvéért mondom. Változik a világ, de egy dolog változatlan. Egy ilyenkori kamasz srác a nap 24 órájában csak a pinára gondol. Nevezhetjük ezt kertecskének, vagy körül lehet ezt írni, vagy mondhatjuk pusziketnek, ugye? Anyukám úgy hívta a faszomat, Péterke. Hát mondom, örülök neki. Na nem érdekes. Tehát eljárnak ezek a gyerekek iskolába, meg kézilabdáznak, megírják a leckét, ott rohadnak a napközibe, fociznak. De itt hátul. Csak az van. Az álmokban meg pláne. Tehát ezért merem a 24 órát mondani, hogy ebbe a kis kertecskébe
vagy ennek közelébe, hogyan is mi módon lehetne bejutni. Nem véletlen tehát, hogy ennek a használati utasításnak az áttadulmányozásakor egy mondat különösen szívünkhöz közelállónak tűnt. Ez a mondat úgy hangzott: vérbóséget okoz. Hát mondtuk egy kis célzott lokális vérbőségnek alkalomattán nem lehet akadálya, de hát darab ideig még várni kellett, amíg mindenhez megszületődött az alkalom. Természetesen mi már nagyon akartunk a gyakorlat mezeire lépni. A marxisták is azt mondták, az elmélet próbaköve a gyakorlat. Nekünk már elegünk volt a fejben baszásból, mert abban verhetetlenek voltunk, és számunkra ugye nem álltak rendelkezésre olyan széleskörű apparátusok, mint ma ugye, tehát a munkatársaim például beütöttek egy oldalt szopás gázálarcban. Ezt nem azért mesélem, hogy disznolkodjunk, hanem hogy mennyire kibővült a szakma. Tehát ez egy hobbi kör, hogy te orosszal, igen, benn hagyod a szénbetétet. Ki mire esküszik? Szóval nekünk ilyen nem volt. Tehát volt a Dr. Hirschler Imre a Nők Védelmében című hézakpótló műve, ami a szülők kombinált szekrényébe a Világjárók sorozat mögé volt bedugva, pehesebb esetben a Világjárók sorozat nejlonnal letakarva a porosodás ellen, és a szexuális perverziónál már nem nyíltak a lapok. Hát most mondhatnám azt, hogy mert generációk recsintettek rá, de fogalmazhatunk úgy is, hogy nagyon sokan olvasták, ugye? Tehát ez így talán közelebb van a valósághoz. Na most volt aztán a Női test képekben című szovjet enciklopédia, az már nem volt rossz, amit később a középiskolában a könyvtárunk őre, Jobbágy Károly tanár úr így mutogatott a fiatal lányoknak. Na elég az hozzá, majd pedig jött mindenhez a Helga című felvilágosító film Nyugat-Németországból. És ott az történt, hogy hát úgy meséltek, mesketéltek, volt egy kis entyem-pentyem, tyütyütyü, de mire egy laokon csoport kialakult volna, addigra megjelent egy vasalt fehér köpenyt viselő aranykeretes szemüvegben pompázó doki, és elmondta, hogy hogy kell azt tenni elméletileg. Hát nekünk ez kevés volt, ugye? Ezt talán nem kell mondanom. Dőri Tibi barátommal azért néztük meg a Kakoyanisnak az Elektra című filmjét, mert ott Elektra félmeztelenül jelenik meg. Ugye? Akkor már Mohikán recsintett rég az utolsó sorban. Csodálatos volt. Ugye azért is érdekes, mert a Tinódi moziban ott páholyok voltak. És ott lehetett live show-t nézni. Amit aztán 30 év múlva csak New Yorkban láttam, tudod? És mindehhez mehettél mozibérletten, ugye rá volt írva, számunkra az összes művészetek közül a legfontosabb a film, Lenin, 1 forint 50 fillérért támogatott jegy, és akkor megnéztük a filmet, és aztán inkább hátrafele kuksiztunk, ahol érdekes csoportosulások alakultak ki a páholyban. De elmentünk a végsőkig, mi a 3. emeleten laktunk, és hogyha a Lichthofon, az Ogenante világító udvaron, nálunk úgy volt, hogy az egyik oldalon volt a fürdőszoba ablak, a másik oldalon a konyha ablak, ha keresztbe áttettél egy vasalódeszkát, akkor ki tudtál menni, mert Errol Flynn a héttenger ördögében, és le tudtál pillantani a 2. emeletre, mert ott a konyhába egy ülő fürdőkádban Ciberéné mosta a melleit. Amikor hátradobta, akkor az érdeklődésünk azért csökkent, és nem gyakran idézek magamtól, csak kétségbeesésben, ugye, de akkor adtam ki híres jelszavaim egyikét, hogy a nagy mell két élő fegyver, ugye, mert amíg a push-up összetartja, még rendben van, tudod, de aztán későbbi rögös pályafutásod során, mikor olyanokba nyúlsz bele, hogy a karfiolt így a hódaiból kell felszedni, ugye, az már nem annyira attraktív, és a nudistra strand két élőségéről nem is beszélnék, amely 80 éves nénik spárgáznak gyertyállásra, szóval... Szóval akkor tényleg közel kerülsz ahhoz, hogy a műfajtól elmegy a kedved. Volt még egy alternatív habi, amikor parancsnokom és gyakorlati vezető Mohikán odaszólt nekem a Hunyadi téren, és ez egy nagy bizalomnak volt a jele, azt mondja: kis Fabri, jössz gájerolni? Izex mozogsz, ficerex, ne is gyere!
Gályerolni, ez régi pesti kifejezés, kukkolni. És akkor fölmentünk a Gellért-hegyre, ahol különösen ilyen időben virágzott a szerelem, én soha nem láttam semmit, tehát elestem, eltéptem a nadrágomat, tehát mint a kismacskaig lógtam, lógtam az ereszt szélén, hogy hát megyünk-e még ilyen érdekes szexuális sétát. Na hát ebben csak úgy körülbelül próbáltam a helyzetet jellemezni. Na kérem szépen, darab idő múltán egy nem sokat ígérő januári délelőttön, a már apostrofált Dőri Tibi barátommal kiléptünk délelőtt 10:30-kor a Mátra Filmszínházból, ahol is 27-szer tekintettük meg Jean-Paul Belmondo és Claudia Cardinale főszereplésével a Kártucs című filmet, amelynek ilyeténfajta ejtéséhez én most már csak ragaszkodni fogok arra a pár évre, ami nekem még hátra van. Jól lehet, később 2 évet töltöttem a francia intézetben. Alliance Française. Itt 2 dolgot nem sikerült elsajátítani. A francia nyelv nyelvtani rendszere, System du Grammaire, a másik annak szókincse, vocabulaire. Utólag elemezni voltam kénytelen, hogy vajon mi lehetett ennek az oka. Az egyik valószínűleg az, hogy azért, hogy a napom ne legyen kettévágva, egy reggel 8 órai tanfolyamra iratkoztam be. Hát fonnyadt porhővelyemet még csak-csak oda küzdöttem 8 órára a területre, de 10 óráig az én fejemben vattapamatok tartózkodnak, tehát semmi esély nem volt arra, hogy a Winchester katedrálba bármi behatol. A másik, hogy nagy szeretettel néztük Louis de Funès filmjeit, kitüntetetten a Fantomas sorozat epizódjait, amelyben ő Zsűv felügyelőt alakította, és amikor Fantoma, elrepült a cápaórus Citroenen. Próbált feldolgozni agyilag. Érted, tudom nektek a Star Wars, meg Matrix, meg de az, hogy a cáporus Citroenből kinyílik a szárny, és Fantoma elrepül, mi azt hittük, hogy meghasad a mennybolt, vagy a mozi teteje, vagy bármi, és akkor Zsűv ledobta a kalapját, a kalapon ilyen kanásztáncot rejtett, hogy Fantoma! Én ebből azt szűrtem le magamnak, hogy a francia nyelv leglényegesebb eleme, hogy az ember sokat és sűrűn harákolj. Úgyhogy az első órán felszólított a francia tanárnő, mire mondtam, hogy Na így egy 1/2 órát elbeszélgettünk, és a tanárnőben az a kép alakult ki, és nem alaptalanul, hogy itt tulajdonképpen személyemben egy francia fiatalemberről van szó, aki valamilyen téves kódolás folytán Budapestre diszidált, és itt a magyar közegben ugye egy kicsit megromlott a franciasága, és ezt kívánja most ugye felfrissíteni egy kezdő francia nyelvtanfolyam keretében. Haladtunk előre a körúton, 10:50 volt, joggal éreztük úgy, hogy az iskolában már csak adminisztrációs zavarokat keltenénk. Ugye? Mert vagy be se menj, vagy maradj ott egész nap. Ugye? De délbe bemenni ilyen, az nem jó. Ugye, hogy mondjak egy analógiát, módosabb gyerekeknél volt ilyen dobozos mokka cukor. Na most, hogyha a felső sorból hiányzott egy negyed, és azt leloptad félre, akkor a nagymuter megölt. De a nagymuter mélységi látása korán sem volt olyan jó, ezért egy teljes sort kellett ellopni, és egy sorra lejjebb előállítani a 3/4-es status quo antét. Hozzátéve, hogy az én nagyapám, Tatyi nagyapám az első világháborúban mélységi felderítő volt, és mindig elmondta nekünk, hogy a mélységi felderítéshez 4 dolog kell. Egy jó távcső, egy jó térkép, egy jó iránytű, és egy faszi, aki megmondja, hogy hova a picsába kell menni. Na ez volt a mélységi felderítés. Egyébként, hogy apai nagyapámat is ide fűzzem, az ő idejükben az intelligens cukorlopás sokkal nehezebb volt, mert akkor még süvegcukor volt. És volt egy nyughatatlan nagybátyám, Pali bácsi,
a kerékpár meghajtású kapálógép feltalálója. Akkor még rövid nadrágba kellett járni, és nagy hidegbe fekete harisnya, és ha az kilukadt, azt ő tussal befestette. Ma azt mondanák rá, hogy emós, nem? Tehát, hogy egy kicsit alternatív. Na most ő éjszaka rosszul aludt, és egyébként is állandóan azt hitte, hogy éhen fog halni. Ő éjszaka kiosont a konyhába, ott volt a 12 cukorsüveg. Origámi művészeket megszégyenítő leleménnyel kicsempészte ezeket a celofánból. Drótot izzított a tűzhelyen, mindegyikből levágott egy centit, sugárral felmérte, tinta ceruzával előrajzolta, majd visszarakta a celofánt, és reggelre ott volt 12 darab látszólag érintetlen, azonos magasságú sülőcipő. Ha kicsit hosszan mondtam el, ezzel akartam illusztrálni, hogy 10:30-kor már nem kell bemenni az iskolába. Na, és akkor haladtunk tovább a körúton, és betértünk a Szófia utca és a körút sarkán ma is meglévő patikába. Gyakran jártunk oda. A patikákat a kommunizmus valamilyen hibaszázaléka folytán nem sikerült kisbaltával apró darabokra szétverni, mint mindenben a hazában. Megmaradt a gyönyörű bútorzat, középen American Heating folyton égő kokszkályha, kis sarokban tonettasztal három székkel, kancsóban párálló víz, metszett poharak. Na mi oda behatoltunk, és grátiszett frankó elfogyasztottunk 6-8 pohár vizet. Senki nem foglalkozott velünk, néha így a homlokunkhoz kaptunk, hogy mintha valami bajunk lenne, de nem foglalkozott. Ha valami tanár bejött, akkor mondtuk, hogy a Tibi beteg, és kísérjük haza, és most mondták, milyen rendesek vagyunk, de nem jöttek be a tanárok, mert ez már kicsit messzebb volt. Tulajdonképpen kávéházi életet éltünk, ugye, ahogy a bécsi mondás tartja, mi a jó a kávéházban, az ember nincs a családja körében, és még sincs szabad levegő. Ugye, tehát ezt csináltuk mi, és néztük a körúton az embereket. Régi ilyen húzogatós pénztárgép volt, az volt a ráírva, hogy National, ugye azt nem tudtuk, hogy az National, és amikor csöngetett, akkor a fiók neki ütközött a direktrisz hasának, mi még ezt is erotikusnak találtuk. Tehát ez is érdekes volt. Na most volt a patikázásnak egy másik folyamánya, hogy kicsit ott szipákoltunk. Tehát ott érdekes illatok voltak. Lehetséges, hogy ekkor kezdődött psychedelic korszak, amit egyébként a hófehérke fokrémmel kezdtünk, amiből egy filtubussal is bedobtunk. A hófehérke fokrém az a Gipsnek és az Eperlekvárnak volt egy ilyen pikás elegye, ami egyébként fogtisztításra szigorúan alkalmatlan. Utána előre léptünk, és jött az úttörő dekorációs szakkör, ahol relatíve bőségbe kaptunk Technokor Rapidot, amiről nem tudtuk, hogy annak ilyen érdekes pupillatágító oldala is van, vagy ilyen érdekes hatásai is vannak. Tulajdonképpen ösztönös marxisták voltunk, ugye, nem tudtuk, de tettük, és akkor egy fél tubussal így benyomtunk, és attól már olyan elég vidám hangulatban ragasztottuk a fekete fotokartonokra a szovjet híradóból kivágott Gagarin képet. Volt egy másik vonatkozása is a Technokor Rapidnak, hogy száraz állapotban isteni műpuckot lehetett belőle csinálni. Tehát az egyik volt a kis zseblámpa körte, az is érdekes volt, de ilyen szárazból jó étvágyt kívánok, ilyen műpuckot lehetett betenni, úgyhogy egyszer az egész osztály bepuckozta magát, és bejött Fóka Pétyó drága fizikatanárnak, és mondta, jesszusom, kitört az influenza járva. Ahogy tetszik mondani a drága tanár úrnak, mi fáradnánk is haza. Na most, itt a patikában végre sikerült szárba szökkentenünk régi vágyunkat, és 10 forintért vásároltunk 4, azaz 4 tégely vietnámi balzsamot. Ez csak is kizárólag annak volt köszönhető, hogy előző nap Mohikán nem volt kint a Hunyadi téren. Mohikánnal a Snur nevű szerencsejátékat kellett folytatni, amikor pénzeket kellett dobni a falhoz,
aki a legközelebb volt, az rázta az elsőt, és így tovább. De Mohikán olyan volt, mint az IMF, tehát ha vesztettél, nem volt probléma, ha nyertél, akkor Mohikán közölte, hogy nyerőben nincs elmenés. Ő nem azt mondta, hogy vegyél még fel egy pici kölcsönt, és maradj infúzión, hanem megvert. Úgyhogy gyakorlatilag mi minden egyes nurparti után ugyan sokat okosodtunk, de ruppótlanul távoztunk a hüvegi térről. Előző nap Mohikán nem volt szolgálatban, ezért közösen volt 10 forintunk, úgyhogy ebből tudtunk venni 4 tégely vietnámi balsamot. Na, ballattunk aztán tovább, a csarnok oldalában volt egy trafik. Ott dolgozott Mazalán bácsi, első világháborús hadirokkant volt, és akkor még lehetett zacskóba szára venni cigit. És mindig így belefújt a papír zacskóba, mindig vajas zsömlét evett, ezt nem tudom, hogy a picsába csinálta, pedig mentünk több napszakban. És most úgy gondoltuk, hogy a nagy eseményre való tekintettel vásárolunk egy egész doboz cigarettát, de az egész doboz cigaretta az csak a sport lehetett, mert az 240 volt, ez ilyen feleméretű cigaretta volt, tehát gyakorlatilag ilyen csomagolt dek vagy rigó. Egyébként érzik a rendszer mély romlottságát és Jánusz arcúságát, hogy egy ilyen súlyosan egészségkárosító készítmény, mint a cigaretta, sportnévvel illet. Annyi igazság volt a dologban, hogy ebből valamit kiszippantani, az valóban sport volt, de nekünk itt nem nikotin bevételre volt szükségünk, ugye sokkal inkább a gesztusoktól reméltünk valami fajta bátorságot mindahhoz, ami előttünk állt, nevezetesen a célzott lokális vérbőség. Na, az imént vázolt accessoárokkal felvérteződve, felballagtunk Dőri Tibiék Hunyadi tér 1/3. Emelet 24/Béla alatti bérleményébe. A szülők nem voltak otthon, de nyomukat viselte a lakás minden szeglete. Tibi bácsi valamikor csendőr volt, akkor a keze volt, mint egy péklapát, de akkoriban a történelem forgószele, hogyhogy nem, éppen a filatorigáti tüzéptelepre helyezte, ahol ő mint zsákoló tevékenykedett. Este hullafáradtan hazajött, és bármi történt, mind a három fiát végig pofozta. Azt mondta, nekem nincs arra időm, hogy este már vizsgáljam, hogy ti milyen disztóságot csináltatok, ha valamit biztos, és akkor láttam, hogy pofoz egy profit. Tehát ő nem lenged, hanem ha csak a tenyerét rá ejtette a fiaira, az már egy könnyebb magyarázkodás volt, ugye? Tehát a kezét úgy hussantotta végig, amikor a Dunaparton ugye kacsakővel próbálunk pinickázni, így trrrr, mint a gépfegyver, és ami ott voltunk, kaptunk mi is. És mondtuk, hogy Tibi bácsi üsse a sajátjait, neked se árt, neked se árt! Borzalmas volt. Na most Tibi bácsi bodzafüggő volt. Tehát a lakásban újságpapír ösvényeken lehetett közlekedni, mert mindenütt különböző pitlikben, kantákban, csobolyókban, köcsögökben, vájlingokban, lavórokban bodza dolgozott. Ezt a bodzát Tibi bácsi borformájába vette magához. Nekünk szörpöt kellett fogyasztani kötelező jelleggel, tehát hogyha lehet agybéli elváltozásomnak valamely origója, akkor én nyugodtan merek gondolni az erőszak hatása alatt elfogyasztott mérhetetlen mennyiségű bodza szörpre. Tibi néni, így hívtuk, volt Tibi bácsi, Tibi néni. A két testvérét nem is tudom, hogy hívták. Tibi néni a Paula Jede utcai bőrösöknél dolgozott, isteni tintaceruzákat hozott, már se tudom, hogy üsbe tintaceruza, fémvédővel, az így megnyaltad, és olyan hivatalos volt, a postásoknak is volt, ilyen remek volt. Egyébként pedig horgolási és kézi munkázási tébolyban szed. A lakásban minden négyzetcentimétert különböző flekkek, mlekkek, futók, horgolmányok és mi egyebek borították, úgyhogy ha mi felkeltünk a hajlított karfájú fotőjből, akkor ilyen gárdakapitányoknak néztünk ki, úgy festettünk nagyjából, mint a Borsőrmester lemez címlapján a Beatles együtt. Egyébként
subázással is foglalkozott ez a derékasszony, ott ismertem meg ezt a csodálatos műfajt, kongré anyagra, fokifonalból, egyestűvel, egy kis darumadarat, kávés katicát, különböző Walt Disney figurákat, ágyuk fölött egy időben egy fekete tigris volt, Őrzi Álmukat, vagy Hergeli Tibi bácsit, ezt nem lehetett tudni. Tibi néni volt az egyik első háború utáni magyar dadaista. Ugye akkor az avantgard művészetet nem annyira preferálták, de akkor, amikor Tibi néni megálmodta, majd meg is subázta a lámpaernyőt, amelyen egy lux fény nem sok, annyi át nem jött. Nyugodtan mondhatjuk, hogy műfaja a végéhez érkezett. Ez olyasmi volt, mint Kazimir Malevics 1908-as fehér alpon fehér négyzet. Ez volt az absztrakció vége. Nem lehetett tovább menni azon az úton. Tibi volt mindig a merészebb, apám úgy hívta a rosszra visz. Öresen a teketóriázott, kinyitotta az egyik tégelyt, előkapta a kis októberét, és 2 milliméter vastagon lekezelte ezzel a támfor alapú kenőcsel. Hát én egy kicsit ilyen nyúlbéla voltam. Épp pár napja kaptam egy új Lee Farmert, amiről akkor az volt a humor, hogy le kell tolni a nadrágot, azt se tudtuk, hogy kell kiejteni. Kaptam csomagban egy új Lee Farmert, és féltem, hogy összekennem, és akkor anyám lerendez. Úgyhogy én továbbfejlesztettem a módszert, kibújtam a gatyából, szolidan én is. Lekentem a kakaskát, és intellektuálisan azért mindig erősebb voltam, mint Tibi. Papájának a sifonérjából leasingeltünk 2 hálóinget, azt így felvettük, és a hálóinget így fel-fel kapva mórikáltuk magunkat a 3-as tükörben, amiben rögtön 6-an voltunk, és a 3-as tükör mögé voltak ugye betűzve a balatoni üdvözlő lapok, hogy a balatonarácsi afitüdölőből üdvözletüket küldik Inciék, ugye, és egyéb ilyen különlegességek. Hát, kérem szépen, ha nem is Jean Paul Belmondónak éreztük magunkat, de majdnem. Ugye hát a nőkkel akkor úgy voltunk, mint Pista bácsi az antiszemitizmussal. Kérdezik Pista bácsit, van-e a faluban antiszemitizmus? Mondta, hát az nincs, de igény volna rá. Ugye? A nőkkel ugyanígy voltunk, hogy nőnk az hullára nem volt, de igény lett volna rá. Joggal feszítettünk, tehát, hogy ezzel a kis célzott lokális vérbőséggel, ugye, ha oda kerül a sor, amire 7 nappalát éve vártunk, akkor helyt fogunk állni. Tulajdonképpen még én is a kísérletet sikeresnek ítéltem, quod erat demonstrandum. Hanem egy olyan 20-25 perc múlva kellemetlen, csípős, égető, viszketeg érzés lett rajta murrá, amelyel sajnos olykor meg kellett ismerkednem későbbi rögös pályafutásom során, merőben más origóból, hogy miért van a bőr és nemi beteg dokiknak mindig bomba titkárnője. Az enyém még süket is volt, és akkor először kötöttem kapcsolatot egy régi görög bölcselővel, Trihomonasszal, amit hát természetesen az uszodába szereztem be, illetve lehet-e WC-deszkán trippert kapni, kérdezik az Örmény Rádióba, lehet, de kényelmetlen. És én akkor az első ilyen szituációval elvászorogtam a pécsi rendelőintézetbe. Ott volt ez az idős, jószándékú, erősen nagyot halló doki egy ilyen topmodell asszisztensnővel, aki egy ilyen vattás hurkapálcával így megemeli a csimpulát. Hát szóval, hát férfi se emelgesse, de ilyen jó nő se, szóval valahogy ez nem volt helyes, és hát így mondom a dokinak, hogy hát Trihomonaszra gyanakszok.
mi van? Trihomóna szavon! Mondta a nagy mellő, hogy a dokihoz eljusson az információ, ez azt jelenti, hogy ez az információ négy emelet mélyen lecsurgott a teljes intézetbe, úgyhogy én ilyen lázrózsákkal arcomon mentem le a lépcső, és én mutogat. Na, itt van a trihós gyerek. Jó van. Korán kezdi, mi lesz itt később? Tehát kellemetlen, viszketeg, unkomfortábilis érzésem volt. Mondtam Tibinek, hogy a kísérlet sikerült, ha majd, de most én a magam részéről már lerobbantanám a répáról a kokszot, mert hát ez most már így nem annyira rózsás. Tibi rám néz, elkeskedült szájjal, mint Mengele a rámpán, azt mondja, nem vagy férfi? Mondja a barátok barátja. Hát én összeomlottam. Rágyújtottam én is egy sportcigire, és mint egy colstok, elhelyeztem magam a hajlított karfájú fotőjben. Tibi ellenben kiosott a konyhába, és behúzta maga mögött az ajtót. Szűnben rettentő gyanú támada, gazmerényt a léték, utána osonkodtam. Mit látok? Tibi pipiskedve lógatja a ceruzát a falikútban, és hideg vízzel pucolja erősen. Nehéz visszaadni ennek a jelenetnek a drámaiság. Itt nem arról volt szó, hogy mi lesz a balzsammal, vagy mi nem. Itt egy barátság forgott kockán. Joggal éreztem úgy, hogy legendás barátságunk eleddig dagadó vitorlával sikló sajkája zátonyra futni látszik. Egyébként a hideg víz a balzsamos felületre teljességgel hatástalan. Ezt némi kárörömmel állapítottam meg, ugye, aki festett, mázolt már életébe, tudja, milyen az a terpentin vagy a firnájsz, ugye, amelyen a víz megfut. Szakmai szóval gyöngyöt vet. Na, Tibi visszahúzódott a falikútból, látta, hogy helyzetem megoldatlan, meg gondolom nem akart belemenni ennek a pertraktálásába, ugye? Hogy te mondod nekem, hogy én férfiatlan rúd szibarit a váz, te pedig szubróza hűtöd itt a ceruzát ezerre. Kihúzta magát, Mengele póz. Jobb oxival egy sámlit oda senderített az 5 literes NDK fali vízmelegítő alá, és annyit mondott, próbáljuk meg meleggel. Hát én mit sem tudtam az 5 literes NDK fali vízmelegítőről, hiszen nekünk gázbojlerünk volt, ugye, hogy Boncz Gézának egy híres történetét ide varjam. Géza fiatal házasként a living roomba heverve mulatta az időt a népsport tanulmányozásával. Mikor bejött kicsit túlmozgásos felesége, és hevesen érdeklődött, hogy Géza, te itt heversz, miközben apuka odakint ás. Én bés vagyok, nem tudok vértani. Szóval ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy a 70-es évek legjelentősebb mondata. Tehát nem tudtam semmit a villanyboilerről, mert ugye mi gázosok voltunk. Nekünk az Adrási úton volt egy ilyen 30-as évekbeli gyönyörű, ma már ipari műemlék lenne, egy réz ilyen fürdőhengerünk, fölül gázbojler, melegítő, alul ilyen gyönyörű kályha, azt fater rögtön reggel bedörrentette, majd a mindig belelógó dresszinganyának a sarkát eloltotta, de hát ez részben kérdés, minden forradalomnak megvan a maga kállója. Na elég az hozzá, ezt a gázbojlert egyfogú takarítónőnk Hircsó Antalné. Apám nem sok mindenkitől fél, de Hircsunétől határozottan. Tehát a fiatalok ma már nem tudják, hogy egy ilyen pesti lakásban egy nagy takarítás az égszakadás földindulás volt. Nem volt lakkozott parkett. Tehát súrolás, utána beeresztés, végszelés, come on, let's twist again, whatever you want. Hircsuné reggel 6-kor becsöngetett, a porcelán kutyák is megrezzentek a vitrínbe. Stentori hangon elordította magát, hogy ügyvéd úr,
zsurulunk! Négy vízben. A súról egyébként a zsurló szóból származik, mert azzal pucolták a lábasokat, tehát ilyen értelemben tulajdonképpen Hircsúnének ez a sajátos kiejtése akár nyelvészeti megfigyelésekre is alkalmat teremtett. Egyébként Hircsúné volt az, aki egyszer minden ablak nyitva volt délbe, állt ott a partvissal, mint Votán a láncsával, ráordított apámra. Ügyvéd úr! Ez a partvis kopott, mint a vérasszony picsája! Ezzel nem lehet minőségi munkát végezni! Zuty! Kidobta az Andrássy útról, fényes délben a harmadik emeletről. Na most apám jogász volt, tehát mire leskerázott, addigra összerakta a BTK-t, hogy buszra ráesik, busz karambolozik, tömegbaleset, halált okozó, életfogytiglan vagy halál. Tehát röviden ez lehetett volna ennek a pehesebb lefutása, mondjuk így a pehesebb változata, de szerencsére ezt megúsztuk. Na már most, ügyvéd úr, zsurulunk négy vízben. Ez azt jelentette, hogy atyám hapsolyam hasonadrágba, amelynek részletezésében most nem mennék bele, Sevró papucsban egy négyzetméterre négy vödör vizet kellett behozni. Képzeld el? Hát a fatera zacseszt nem találta meg a végére, szóval valami irgalmatlan volt. Na most ez a drága Hircsúné a gázbojlert úgy hívta, hogy autogejzír. És atyám nem szerette a pontatlanságokat. Ő mindig azt mondta, ahogy Oszip Mandelstám, hogy a pókhálós múlt törött ablakai mögött zavaros eszmék tenyésznek. Ugye, tehát, hogy a baj mindig abból volt, ugye, ahogy Eszterházy Péter megírta, hogy minden, ami szocialista, az tulajdonképpen fosztóképző volt, ugye? Tehát a szocialista demokrácia az azt jelenti, hogy lófasz a seggedben. Ugye? Tehát, hogy nem demokrácia. Tehát mindig, de ezt minden politikai rendszer csinálja, ugye, hát amikor a háborúba menekültek, azt úgy hívták, hogy rugalmas elszakadás, ugye, már töltényük se volt. Na, úgyhogy atyám ezért különösen fontosnak tartotta azt, hogy részben tanuljunk nyelveket. Ő például oroszt is favorizálta. Azt mondta, három órában ott... Jaj, én tudom, mit mondott apa, de hát ezt nem lehet mondani, hogy ott baszod a rezet kisfiam. Ugye három orosz óra, hát ez csehov nyelve is, hát próbáld megtanulni. Hát ez nem csak Sztálin nyelv. Na, zárójel bezárva. Kérem tisztelettel, mikor Hircsúné a gázbojlert autogejzírnek nevezte, atyám odafáradt, elől finom a sáfrányos, hátul diszkréten medvekarmos habselyem alsóra, amelyre felöltötte sárkányos dresszing anyját. Oda lépett a könyvszekrényhez, és kiemelte a Pallas Lexikon gejzírek szócikket tanulmányozó kötetét, és ebből hosszan és hevülten olvasott fel az ergebaszó a hideg fürdőszobába Hircsúnénak, amikor egy óra múltán már Grönland flórájánál és faunájánál tartottak, akkor anyám úgy bekukkantott, hogy azért a 10 forintért, amit nem Hircsúné fizet nekünk a tit előadásért, hanem mi fizetünk Hircsúnénak, akár már rá is dőlhetne a fókára. A gázbojler kapcsán ugye voltam bátor mindezeket ide fűzni. Tehát én nem tudtam, amit már mindenki tudott akkor ebben a hazában, hogy a fiatal NDK Wernigerode-i szakembergárda a végjátékban besokalt, mint Yves Montan a félelem bérében. Mint amikor a háború végén Hitler kiadta a tudósainak, hogy szarból próbáljanak meg vajat készíteni, és egy hónap múlva jelentették, hogy vannak már részeredmények, már kenhető. Ugye? Tehát tulajdonképpen ezzel a villanyboilerrel is valami ilyesmi lehetett. Látszólag teljesen úgy nézett ki, mint egy kis villanyboiler. Volt rajta kis piros hőfokszabályzó, piros üzemjel, bemenő 3/8-os hidegcső kék stucnival, kijövő 3/8-os melegcső piros stucnival, hattyúkiköpő, piros gomb, kék gomb, minden arra mutatott, hogy ez egy fali vízmelegítő. De ez a kis jószág vizet nem bocsátott ki a kis testéből, ami egyébként akkoriban számunkra nem volt meglepő, tehát az önmagában ajándéknak számított, ha valamely eszköz alkalmas arra, amire gyártották.
De mindig volt valami plusz szolgáltatás. Ha vizet nem is, 380 uszkve 420 fokos száraz gőszlő kis testéből ez a készség. Úgyhogy az asszonyok nem is mosogattak, hanem a mancsukra gumicsizmát húzva a lábasokat gőzborotvás kezelésben részesítették. Nem volt olyan tepsibe gyógyult rakott krumpli, amelyik sikítva meg ne adta volna magát a gőzborotva henger hatására, sőt előfordult, hogy a flekket is leszette a lábosról, mert akkor még jártak házhoz családtagjaink, ugye lábos foltozás céljából. Hát kérem szépen, én mindenről mit sem tudtam. Ártatlan izsákként felléptem a sámlira. 30 év múlva volt egy második sámlira lépésem. Ez az urológián történt. Akkor vesztettem el egy más típusú szízességemet. Nem sejtettem semmit. Megmosakodtam, zoknicsere. Lelkemben kis rőzsedalokkal bekopogtattam a professzorhoz. Vasalt fehér köpeny, aranykeretes szemüveg. Virágokat locsol. Íróasztal előtt patinás öleb. Semmi nem utalt agresszió. Én akkor nem tudtam, hogy ezek az urológusok tulajdonképpen Mengele reinkarnáció. Általában kiváló, kicsit cinikus férfiak, akik az életet mint egy alsó perspektívából figyelik, rendkívül műveltek, zenei téren különösen, rengeteg urológusom üzemelt vonós négyesekben, és hát emelnek. Tehát nem így hőbölögve, folyamatosan, nem egy kis. Hát ennyi segbe benyúlni egy nap, hát azt azért én nem hiszem, hogy valami nélkül ugye el lehet viselni. Belépek, semmi kulturális megbeszélést kezdeményez a professzor úr. Beszélgetünk Johann Sebastian Bach Goldberg variációk című művéről, hát inkább ő mesél, én próbáltam úgy intelligensen hallgatni, és nem vettem észre, hogy ő engem mint egy ilyen kulturális hipnózisban részesít, hogy a kulturális információk folyamatos görgetésével engem mint egy cselekvésképtelen állapotba juttasson, illetve hogy azt tegyem ugye, amit ő nekem szugerál. Egyszer csak azt mondja, ha volna olyan kedves fellépni erre a sámlira, a jobb pozíció vége. Akkor már a Bach család zenei tehetségének öröklődési kérdései kerültek napirendre. Egyszer csak észreveszem, hogy a jobb keze így eltűnik a köpenzsebben, és ő ott egy picikét így kavircál, mint fáradtló a kamillában. És mikor előveszi, akkor a mutatóján egy gumivédő jelent. Hát mondom, vofű. Hát mi végre a zene esztetikai megbeszéléshez gumivédő? Hát mondom, Führ Elíze. De akkor már ugye ki voltam szolgáltatva, gyanútlanul fellépek a sámlira, hátra nézek, mint a barom, akit Vágóhídra visznek, mert a disznó is tudja, hogy az a reggel nem az ő reggele. Hónom alatt még tájékozódom, mint Mark Spitz a müncheni százas döntőben. Akkor már látom, hogy a gumivédő ezerrel kavircál a borvazelinben. És az én profom elordítja magát, hogy most mondd, hogy komszomol. És abban a pillanatban így lágy szárnyalással bejártam a rendelő zegény zugany. Köszönjük szépen! Hát kérem tisztelettel, de ne vesszünk el az egészségügy dzsungelében. Térjünk vissza az első sámlira lépéshez. Ártatlan izsákként fellépek. Tibi Dolby sztereóban ráküldi a száraz gőzt. A ceruza gyakata kigyullad.
Én szikraívet húzok a félhomályos konyhában egy leszúrt Rittbergerrel, mint a kis Anett Pöcs, akiről annak idején találóan jegyezte meg a korabeli tévédemonstrátor, hogy mennyit nőtt tavaly óta a kis Pöcs, amióta Jutta Müller tartja kézben. Menet közben benyomtam még egy faszbőrét, és háttal kinyúltam Tibi bácsi és Tibi néni napraforgó mintás buklével behúzott világítós kanapéján Tibi bácsi és Tibi néni házassági fotója alatt, amely 1937-ben készült, fekete-fehér, de kézzel színezve. Kinyúltam ott, mint Mantegna híres képén Krisztus úrunk. Tibi azonnal érkezett a mentőládával. Ők kötszerben erősek voltak. Hogy miért voltak kötszerben erősek, azt röviden bátorkodom ide fűzni. Ugyebár náluk néztük a tenkes kapitányát, nekik először volt tévéjük, azt hiszem, az osztályban, mert a tüzéptelepen mindig került egy-két mázsa német brikett, amit el lehetett passzolni. Tibi bácsi a Duna TV elé egy színes celofánt bűvölt, fölülre kéket, középre pirosat, alulra zöldet a meccs vége. A tenkes kapitány végére már teljesen bebodzázott. Állt az ajtó béletben könnyben úszó tekintettel, és azt mondta, látjátok, fiúk, színes. Csodálatos élmény volt. Egyébként, ha Tibi néni volt az első magyar dadaista a háború után, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy Tibi bácsi volt az első magyar szürrealista. Ő ugyanis a következőt tette. Akkoriban hétfőként nem volt tévéadás. Tehát akkor még felnéztek rám nyugati barátaim, akkor ez még kulturális eredménynek számított. Nem volt adás, és Tibi bácsi ezt rosszul tolerálta. Addig-addig imbolygott a bérleményben a dipól antennával, amíg be nem hozta Pozsony 2-t. Akkor azonnal sírva fakadt, és azt mondta, ez is a miénk volt. A Trianon problémát különösen nehezen tudta ő feldolgozni. Na most, ahogy a költő mondja, nem fog a macska egyszerre küncsben egeret, vagy tökéletes kép volt hang nélkül, vagy zsizsi, szlovák hanggal. Hát Tibi bácsi rögzítette a dipól antennát a tökéletes képet adó pozsonyi változatnak megfelelően, az egyik felét a ajtótok mögé beütött kárpitos szögre hurkolta, a másikat egy poros, életét szomorúan a sarokba tengető Szanzavéra hegyére. És most jön a nagy szürrealista. Ugye annak idején még a rádióban Szepesi György közvetítette a futballmeccseket, mondhatjuk, hogy láttató eruptivitással, tehát hogyha ő Londonba közvetített a Wembleyből, akkor is azt mondta, hogy a Verseny utcai oldalon is tudtuk, mert a Verseny utcai oldalt mindenki ismerte, a Wembleyben nemhogy nem jártunk, nem is ismertünk olyanokat, akik jártak, ugye, és soha nem láttuk azt, de ez így nagyon jó volt, és nagyon hevesen közvetített, és akkor jött Vitrai Tamás, ugye, aki azt gondolta, hogy a tévében úgyis látjuk a meccset, ezért ő felvette Keres Emil irodalomtörténeti lustakötésű kulikabátját, és hát ilyen irodalmi színpados szavalóvá alakult át. Én nem emlékszem, hogy egy meccsen a Vitrai lázba jött volna. Tehát, mint egy ilyen József Attila est olyan. Kulikabát fekete mappa. Karába, Albert, gól. És ezt a magyar közönség hogy nem szerette, és azt csinálták, hogy nézték a tévére a meccset, levették a hangot, és fölé nyomták Szokolon a Szepesit. Ugye, mert akkor a tévé is, meg a Kossuth is közvetítette a futballmeccseket, mert még relatíve volt, mit nézt. Na most jön a jelentős magyar szürrealista. Hétfő esténként a Szlovák 2 tökéletes képe alá, és hagyok időt, hogy az információ beszivárogjék a Winchester katedrálba, Tibi bácsi rányomta a Kossuth rádió hangját. Később Tibi bácsi, ahogy haladt előre a vasárnap este, még jobban belehúzott a bodzaborba. Mi lassan elköszöntünk, oda vezetett minket a Creedence Clearwater Revivalhez, elővette a csendőrboxert és az Imrédi képet,
és azt kérdezte, fiúk, lesz magyar feltámadás? Hát mondtuk, lesz, hát mentünk a könnyebb ellenállás irányába, ajánlottuk magunkat. És aztán vasárnap este, amikor a maligánfok a megfelelő szintet elérte, akkor mintegy a víkendet megkoronázandó, Tibi bácsi fogta gyengéden ezt a túlvezérelt horgolási tébolyba szenvedő törékeny kisasszonyt. Olyatéképpen, ahogy a kömives kelemenben áll, ugye, hogy fogjuk meg gyengéden és rakjuk be a mézbe. Ugye? Megfogta ezt a kisasszonykát, és egyetlen lendületes mozdulattal belevágta az üvegezett vitrínbe. És akkor mindenki megnyugodott, az asszonyka is várta, hát szeretett volna már túl lenni ezen. Annyira szerették egymást, hogyha Tibi bácsi néha elfelejtette, Tibi néni azt kérdezte, már nem szeretel Tibor? És később, amikor Tibi bácsi egészsége már megromlott, a szemében még égett a régi tűz, hogy szeretne ő dobni, de nagyon, de már nem tud. Akkor Tibi néni, hogy ura kedvére tegyen, maga ugrott. Másnap Tibi a hátán a vitrinajtóval átballagott a Hunyadi téren a szemben ma is meglévő cechféle üveges műhelybe, némi üvegeztetés céljából. Fel is mondták a háztartási biztosításokat, mert mondták, hogy az nem életszerű, hogy egy évben 40-szer betörik, 40-szer betörik a vitrin. Ezért persze Tibi mindig elkésett az iskolából, tehát voltak ennek folyamányai, de kötszerbe erősek voltak. Tibi egy kis tetránporral eloltotta a lobogó ceruzát, steril mulpójával betekerte, majd leukoplasztos leragasztással egy korrekt lövegsapkát készített. A leukoplasztra akkor rá volt írva, hogy csak külsőleg. Én két okból gondoltam, hogy bár ez a hazám, de elhagyom. Mert a Petőfi rádióban minden 3-4-2-kor bemondták, hogy hajóvonták, találkozása tilos. És mert a leukoplasztra rá volt írva, hogy csak külsőleg. Én nem mondom, hát hallottunk indiai jogikról, akik jó roncsíkokat nyelnek, ugyebár a bérrendszer tisztogatása céljából, de hát a leukoplaszt eres alkalmas, mert a fele ragasztós, tehát jön a kotta, ugye? Feküdtem ott, lövegsapkában, spangli, és természetesen bosszút forraltam. Azt láttam, hogy Tibi talpa alatt is ég a talaj. Kinyitotta az ablakot, és legyezni, hűteni próbálta magát a hálóinggel, ugye, és így fel alá hopizott a mérleménybe. Mondtam Tibinek, anyám jó eredményeket szokott elérni a trisóval. Hát a trisó, kérem, az olyan, mint a zenében a heavy metal, vagy olyan, mint a fal 2-es rakéta. Ez a konyhasónak és a foszforsavnak egy ilyen különös elegye. Ugye minden háztartásban van egy terület, amit úgy hívnak az ismeretlen kontinens, terra incognita. Ez a WC mögötti rész, ahova senkiben nem hatol, kivált a takarítónő, ha van. Ahol a, ugye, férfiak pedig mellé pipilnek, nem fejesítik eléggé, utána nyitva hagyják, pipáltatják. Most már van egy barátom, akinek a felesége megtiltotta az állva pisálást. Azt mondja, amíg én takarítok, te ülve húgyozol. Na, a lényeg az, hogy mi időnként mellé pilinkéltünk, és a WC mögött ugye az ismeretlen kontinens, ahova senki be nem hatolt, ott randevúztak egymással szomorú porcicák és lerobbanthatatlannak tűnő húgykövek. Ha oda egy kis trisót bedörrentettél, a húgykő sikítva megadta magát. Na, hát gondoltam, egy kis pelenka anyagra készítek én némi trisót az én kis Tibimnek. Tibi kiballagott a konyhába. Kettőt húzott a finoman erektált répán. Abból a vér így kitört, mint az öreg hűséges gejzír a Yellowstone Parkban. Egy ilyen Macbeth-i, kicsit ketchupös szituációba kerültünk.
Tibi üvöltött, mint malac a kés alatt. Én azonban jártam úttörő elsősegély szakkörbe. Hát mondom, ahol a sérülés, el kell a fertőtlenítés. Hurkapálcára vattát sodorintottam azt, jódba megtunkoltam, és azután ilyen vívó mozdulatokkal, à la D'Artagnan, próbáltam jó találatokat bevinni Tibi érzékeny pontjára. Na ekkorra ő már átment a 16 000 Hz fölötti halhatatlan tartományba, ahol már csak az üveg reped. Valahogyan aztán rátámogattam már magam is megelégeltem szenvedéseit, rátámogattam a kanapéra, barát barátnak a barátja, ahogy oroszul mondták, drug a pamagájet, hintőpor, megkapta a lövegsapkát, és ketten feküdtünk egyet spanglival, ebben a bandásban Tibi bácsi és Tibi néni fekete-fehér, de kézzel színezett esküvői fotója alatt a margaretta mintás bukléval behúzott világítós kanapé. Olyanok voltunk, mint Jack Lemmon és Walter Matthau a furcsa pár egy soha le nem forgatott kamaszkori epizódjában. Hát annyi nyilvánvaló volt a számomra, hogy nőkkel sokáig nem lesz dolgom. Hát ugyanakkor estére csak meg kell könnyeztetni a hernyót, még bepálik a bandásba. Hát mondom Tibinek, próbálkozzunk meg egy finomabb modulussal, nevezetesen a Vimmel. Hát akkor már, mint sorstársak, kézenfogva kizombiztunk a konyhába, miközben az eljuhnyem kezdetű ismert volgai hajóvontató Evergreen-t dúdolgattuk, mint egy fájdalmunkat is kiénekelve magunkból. Kis pelenka anyag egy-egy Vim, és akkor ilyen káposztát reszelő falusi nők módjára koncertó jelleggel elkezdtük gyötörni a gyötrendőket. Hát kérem szépen, itt pillanatokon belül véget ér a történet, amelyről én sokáig azt hittem, hogy ami történt, orvosi kérdés. Évekig leveleztem Verespali bácsival, Buda Bélával, Lux Elvírával, faxoltam Ceyzel doktornak. De ma már tudom, hogy ami ott és akkor velünk megesett, egyáltalában nem orvosi kérdés. Ügyünkben talán David Copperfield vagy egyéb hasonló mágus lett volna illetékes. Mert ami ott és akkor velünk megesett, ez sokkal inkább a para jelenségek kategóriájába tartozik. Mert a kínai nagy fal alatt minden hülye át tud menni, ha van gyalogsági ásója, az úgynevezett gyalásó. De hogy tudtuk mi felhámmentessé faragni a kis októberit úgy, hogy a rejtélyes módon alápattant vietnámi balzsamból egy millimikronnyi se hiányozzék, ez azóta is megoldhatatlan rejtély a számomra. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meghallgattam.